Ez a Pannon Televízió híradója, Kókai Mónika vagyok, köszöntöm Önöket. Érkezzenek a nap kiemelt hírei, először csak címszavakban. Nem vették fel Koszovót az Interpol kötelékébe. A Magyar Mozgalom társelnökének levelére reagált ma Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. Az anyaországi és külhoni testvértelepülések együttműködését támogatja 2019-ben a magyar kormány. Letartóztatták a szabadkai Spartacus labdarúgó klub igazgatóját. A téli szolgálatok illetékesei szerint felkészültek a télre. Nem szavazták meg Koszovó felvételét az Interpolba. A Nemzetközi Rendőri Szervezet közgyűlésén Dubajban ma voksoltak Koszovó esetleges tagságáról két fordulóban. Kína, Oroszország, Spanyolország, Fehér Oroszország, Ciprus és Marokkó mellett latin-amerikai és afrikai országok is ellenezték, hogy Koszovó az Interpol tagjává váljon. A szerbiai államvezetésben általános az öröm. A Nemzetközi Rendőri Szervezet dubai közgyűlésén két körben voksoltak, azonban egyik alkalommal sem volt meg a felvételhez szükséges kétharmados szavazat többség. Először 76 tagállam támogatta, 56 ellenezte Koszovó felvételét, 22 pedig tartózkodott. A második körben 68-an voltak mellette, 51-en ellene és 16-an tartózkodtak. Nebojsa Stefanovic szerb belügyminiszter szerint a jog és az igazságosság győzedelmeskedett az érdekcsoportok felett. Hoću se zahvaliti i predsjedniku i premijerki, ministru spoljnih poslova, svim ljudima iz Ministarstva unutrašnjih poslova koji su neumorno radili, svim drugima koji su zaista neumorno radili u mjesecima iza nas da bi Srbija danas mogla podignute glave da ide da hrabro korača hodnicima Interpola i da kaže da smo uspjeli da zaštitimo integritet naše zemlje, da smo uspjeli da zaštitimo policijsku profesiju i da možemo da kažemo da je odbranjeno pravo i pravda. Alekszandar Vučić szerb államfő és Ivica Dačić szerb külügyminiszter közös sajtótájékoztatót tartott az Interpol dubai közgyűlése kapcsán. Ivica Dačić szerint van mire büszkének lennie Szerbiának. Ja hoću da kažem da je ovo velika pobeda Srbije i srpskog naroda i da je to pokazatelj da se na silu ne može ništa i da se više ništa ne može uraditi bez Srbije, bez dogovora sa Srbijom. Na silu su pokušavali sve i da uđu u UNESCO i da se izglasaju rezolucije u Savetu bezbednosti protiv srpskog naroda. Na silu su pokušavali sada da uđu u Interpol, protivno svim međunarodnim pravilima. Egy kicsi, dacos és büszke ország győzelme az, hogy Koszovót nem vették fel az Interpolba, nyilatkozta Alekszandar Vučić szerb államfő Belgrádban. Srbija osnažila svoju poziciju sa jedne strane, ali sa druge strane mi ne smemo da budemo euforični. Ovo je uspeh jedne male zemlje, prkosne i ponosne, ali zemlje koja ne sme svoju budućnost da zasniva na prkosu i NATO, već na racionalnom pristupu i koja mora da želi kompromis. Koszovó eddig már három alkalommal próbálkozott az Interpolba való felvétellel, 2010-ben, 2015-ben és 2017-ben. Az Interpol tavalyi kínai közgyűlésén úgy döntött, hogy a felvételért folyamodó országoknak ENSZ tagoknak kell lennie, vagy megfigyelői státusszal kell rendelkezniük. A Magyar Nemzeti Tanácsi Választások eredményét elemezte Pásztor Istvánnak a VMS elnökének küldött levelében Jóhorti Lívia, a Magyar Mozgalom társelnöke. Szerinte a VMS 25 éves történetének legrosszabb választási eredménye született. Levelében Jóhorti felrója azt is, hogy növekszik a vajdasági magyarság elvándorlása. Szavai szerint lehetetlenné válik a vajdasági magyar közéleti árkok betemetése. A Magyar Mozgalom nevében Jóhorti arra bátorította Pásztort, hogy visszavonulásával mielőbb tegye lehetővé a magyar-magyar párbeszéd elindulását és a viszonyok sürgős normalizálását.
Sajtótájékoztatón reagált ma Juhorti Lívia MM társelnök levelére Pásztor István. A VMS elnöke szerint nem lehet úgy árkokat betemetni, ha közben valaki folyton légkalapáccsal szaladgál az árkok körül. Az MNT választás estéjén békejobbot nyújtott nekik, amit ők 10 perccel később visszautasítottak, fogalmazott Pásztor István. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöksége és tanácsa hétfő este vitatta meg a Magyar Mozgalom társelnökének Pásztor Istvánhoz címzett levelét. Azt Pásztor István hazugnak és cinikusnak minősítette. A levél csak a címében szól az MNT választások értékeléséről, mondta a VMS elnöke és hozzátette, a november 4-i választáson még akkora támogatottságot sem kapott a Magyar Mozgalom, hogy annyi mandátumuk lehessen, mint amennyit 3 évvel ezelőtt elraboltak. Ítéletet mondtak róluk a vajdasági magyar emberek, az ítélet lényege pedig az, hogy nem bízzák magukat rájuk. Az ítélet lényege az, hogy nem kérnek belőlük. És az ítélet lényege az, hogy nem velük képzelik el a boldogulásukat. Pásztor István a sajtótájékoztatón beszélt a vajdasági gazdaságfejlesztési programról és az anyaország segítségével megvalósult beruházásokról is. Az MM társelnöke látványberuházásoknak nevezte ezeket. Azok a beruházások, amiket ők látszatberuházásnak neveznek, mint például a zsinagóga felújítása, vagy a tanítóképző épületének a felújítása, vagy a Pannon médiaház, vagy a doroszlói kegyhely, vagy az Európa Kollégium, vagy a Szabadkai Képzőközpont, vagy a Becskereki Zárda épület. Azt gondolom, hogy minden, de nem látszott beruházás. Ezek az épületek arra szolgálnak, hogy a magyar közösség egészét megerősítsék, folytatta Pásztor, majd kiemelte még a Szabadkai Népszínház és az Y elágazás kiépítésének és számos más beruházásnak a fontosságát. Az a legsértőbb, hogy ők azt gondolják, ezekkel a beruházásokkal szeretne a VMS szavazatokat vásárolni, tette hozzá. A valóság pedig az, hogy ezek által tudjuk megerősíteni a szülőföldön való megmaradást, fogalmazott Pásztor István. Kiemelte, a levél az elvándorlás kérdését is boncolgatja, és arra szólította fel a Magyar Mozgalom társelnökét, hogy ne az itt maradtak hozzátartozóinak szívében forgassa a kést. Pásztor kiemelte, a VMS 30 éven át azért küzdött, hogy a vajdasági magyarságnak mozgásszabadsága legyen, azokat pedig, akik elmentek, visszavárják. Az MM társelnökének levelében azt írja, a VMS vezetői és mintegy 10 000 tagja nem meggyőződésből, hanem érdekből cselekszik. Ezt Pásztor István visszautasította. A vajdasági magyar emberek úgy döntöttek, hogy az urat is akarják, meg a pásztort is. És én tudom, hogy ez őnekik nem tetszik, de így van. És én addig fogok a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke lenni, ameddig nem jár le a mandátumom, az pedig jövő májusban lesz. Azt pedig, hogy utána ki lesz az elnök, mi eldöntjük közösen, azok, akikkel minden nap együtt vívjuk meg a csatáinkat, mondta Pásztor. A VMS elnöke kitért arra is, hogy a választások éjszakáján párbeszédet kezdeményezett, azonban már 10 percre rá jött is a visszautasítás. Az igazság, hogy a választás estéjén én békejobbot nyújtottam. Őszintén. Reménykedve. Félve és reménykedve. Mert a megállapodás keresése az egy nagyon rögös és nagyon nehéz út. Ha valaki tudja, én tudom, mert az elmúlt 12 évben folyamatosan ezt csináltam. Nem lehet úgy árkot betemetni, hogy valaki körülötte légkalapáccsal szaladozik, politikai légkalapáccsal pedig nem lehet árkokat betemetni, nyomatékosított sajtótájékoztatóján Pásztor István. Az anyaországi és külhoni testvértelepülések közötti együttműködést támogatja 2019-ben a magyar kormány. A programra mintegy 250 millió forintot biztosítanak. Ebben az évben 260 magyarországi és 300 határon túli település kapcsolatát is elmélyítették a programmal, nyilatkozta a Szabadkai Magyar Rádió Mozaik című műsorában Potápi Árpád János.
Magyarország nemzetpolitikai államtitkára kifejtette, a külhoni magyar kultúrát és oktatást is támogatni fogják a következő évben. Erre egy a szavai szerint elég jelentős keretösszeget határoztak meg. Tavaly ezzel a pályázatunkkal körülbelül 3000 szervezetet értünk el a külhoni magyarság körében, és számunkra nagyon fontos, hogy mind az oktatás, mind a kultúra területén az egyházi civil szervezeteket, önkormányzatokat, intézeteket, intézményeket tudjuk támogatni. Idén is csak úgy, mint a tavaly 1,1 milliárd forint keretösszeggel írtuk ki ezt a pályázatot. Mintegy 1 milliárd forint értékű óvodafejlesztést terveznek Vajdaságban a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében. Több mint 20 óvodában végeztek fejlesztéseket a Szorvány és a Tömb magyarság körében egyaránt. Évvégéig 29 község 70 óvodájának épülete kap majd új játszóteret. Az elmúlt időszakban 6 szorvány óvodai központot is létrehoztak. Nagy Kikindán, Nagybecskereken, Ürményházán, Székelykevén, Maradékon és Zomborban. A fejlesztés 3 szakaszban valósult meg. Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke közügyek című műsorunk tegnapi adásában elmondta, a jövőben a bölcsödei fejlesztések kerülnek előtérbe. Újvidéken például az ökumenikus segélyszolgálattal karöltve egy magyar bölcsöde épül meg. Szabadkán pedig a magyar tannyelvű tanítóképző kar gyakorló óvodájának megépítésén gondolkodnak. Amikor az ember belekezd egy ilyen nagy fejlesztésbe, nem csak itt nálunk, hanem az egész Kárpát-medencében, nyilvánvalóvá vált, hogy a legfontosabb része az egésznapos foglalkoztatás, hiszen a szülőkön így tudnak leginkább segíteni az óvónők, de emellett kiderült az is, hogy az óvodában azért jó óvodásnak lenni, és jó magyar óvodásnak lenni, magyarul tanulni, és hát egész napos foglalkozások alatt a szülők érzik azt is, hogy valaki törődik, és magyar nyelven foglalkozik a gyerekekkel. És hát így alakult ki az is, hogy hát a bölcsödei fejlesztéseket hogyan lehetne kibővíteni, kiegészíteni, hiszen a bölcsöde már az első állomása a gyermeknél, amikor olyan intézménybe kerül, ahol anyanyelven szólalnak meg, anyanyelven beszélnek hozzá, foglalkozások, játékok, népdaltól kezdve minden egyéb ilyen formában alakul ki. Letartóztatták a szabadkai Spartacus labdarúgó klub igazgatóját, írja a Blitz. A Napilap szerint a felsőfokú ügyészség pénzmosás gyanúja miatt tartóztatta le Dragan Gyorgyevicset. A hírek szerint Gyorgyevics 2016 és 2018 között több mint 9,5 millió dinár értékben hamis szerződéseket kötött a klub játékosainak értékesítéséről. Dragan Gyorgyevics mellett még 2 személyt tartóztattak le. A gyanúsítottak ellen bűnvádi feljelentést tettek. Felkészülten várja a Telet Szabadkán és Palicson is a téli szolgálat. Rendelkeznek minden szükséges géppel és felszereléssel. Idén a hóeltakarítási munkálatokat a Verbászi Extra Autotransport végzi majd. Szabadkán 237 km hosszúságú útszakaszt kell felügyelniük. A hókotró kamionok és a munkaerő is felkészülten várja a hóesést Palicson is. Itt a Palics Ludas közvállalat munkatársai felelnek majd az utak járhatóságáért. Szabadkán pedig idén a hótakarítási munkálatokat a Verbászi Extra Autotransport végzi majd. Milutin Perunovic, a vállalat illetékese elmondta, minden gép készen áll és a hóeltakarításhoz szükséges anyagokat és felszerelést is beszerezték. Hodržavanje puteva ove godine predviđeno oko 1000 tona soli i oko 1000 tona rizle. Naravno, ovdje možemo još vidjeti tehničke stvari koje su predviđene za obeležavanje trase puta, radionicu koja je predviđena za održavanje i stvari koje su neophodne da ovaj jedan kompleksan posao bude određen kako treba.
Predrag Radivojević, az Útgazdálkodási, Várostervezési és Lakásügyi Közvállalat igazgatója elmondta. Szabadkán 237 km hosszúságú útszakaszt kell felügyelniük. Ebből 110 km a városon belül van, még 127 km a külvároshoz tartozik. Novina u novom zakonu o putevima jeste ta da je zimska služba produžena za mjesec dana. Do sada je zimska služba bila od 15. novembra do 15. marta. U skladu sa novim zakonom o putevima zimska služba traje od 1. novembra do 1. aprila. Dakle, mjesec dana duže. A téli szolgálatot végzők munkáját idén egy új kép is segíti, amely várhatóan a nehezen megközelíthető helyeken, a buszmegállókban és a parkolókban is könnyedén elkotorja majd a havat. A téli szezon Magyarkon is a községben hivatalosan november 1-től április 1-ig tart. Ugyan nagy mennyiségű hóra még az előrejelzések szerint nem kell számítani a községben, a Kommunálac kommunális szolgáltató közvállalat viszont már felkészült az esetleges havazásra. Pálfi Ervin, a kommunális közvállalat igazgatója elmondta, a vállalat rendelkezik a megfelelő mennyiségű hókotróval, hóekével, hósóval, és készen állnak a hozzájuk tartozó utak tisztítására. A vállalat a szükséges 250 tonna sóból már 90 tonnával rendelkezik, illetve biztosították már a kellő mennyiségű kődarát is. Most november végétől március végéig teljes mobilitásban vagyunk figyelve, követve az időjárás előrejelzéseit. Az ÖSZ úthálózat a község területén 220 km, amelyből 150 km kiépített első, második, harmadik besorolású önkormányzati úthálózat. Ezeket mi tartjuk karban, a horgosi tiszamenti vízművekkel karöltve, illetve van 70 km állami út, amely a Szerbély utak közvállalat hatáskörébe tartozik. Vállalatunk ezen kívül tisztítja, sózza, valamint hótalanítja a piacteret, parkolókat, autóbusz megállókat, gyalogátkelőket Magyarkanizsa település központjában, valamint a horgosi bicikliút karbantartása is hozzánk tartozik. Új menetrend szerint közlekednek a Subotica Transz autóbuszai. A peremváros és a városközi vonalakon töröltek néhány indulási időpontot, az utasforgalmi közvállalat ugyanis sofőrhiánnyal küszködik. A gépjárműpark előregedett, a buszok átlagosan 14 évesek. December 1-től ráadásul a buszjegyek ára is emelkedik. Palics központjában sokan szállnak fel a város felé tartó hatos járatra, főleg diákok, munkába igyekvők és nyugdíjasok utaznak. Az utazás feltételeiről és a buszok állapotáról eltérőek a vélemények. Tűrhetőek, öregek, de van amelyik egy kicsit szuperabb. Pa, nisam zadovoljna naročno sa vozačima i kad krene, a pogotovo kad zaustavlja autobus, svi se držimo sa dve ruke. Ja sam jednom pala. Toliko su sadi, toliko je sramota. Palić je ko Bajagi turističko mesto. Dođe neko, pa ne dođe svako kolima ili prevozni sredstvom, do Subotice dođu i onda treba autobusom. Sramota je kad sednu u autobus. A Subotica Transzi járműállománya igen előregedettnek tekinthető, mondta Virág Szabolcs, a szabadkai utasforgalmi közvállalat sajtóreferense. A járművek közel 20%-a 20 év körül tehető. Ebből adódik az is, hogy a járművek átlag életkora körülbelül a 14 évet teszi ki. A buszokat rendszeresen karban tartják, téli felkészítésük is megtörtént, ennek ellenére gyakran meghibásodnak. Fűtés van, de a csapadékos időben egyes régi járművek beáznak. Ilyenkor télelején, november folyamán minden jármű egy úgynevezett téli felkészítésen esik át. Itt ugye megtisztítjuk a különböző fűtőtesteket, átellenőrizzük a fűtőberendezések műszaki állapotát, megpróbáljuk megfelelő folyadékokkal pótolni ugye a különböző hűtő, illetve fűtőrendszereket, és lényegében ezáltal készülünk a téli hónapokra. Innen a Subotica Transz garázsaiból általában reggel 4:30-kor gördülnek ki az első autóbuszok. A vállalatnak 150 sofőrre lenne szüksége, de jelenleg 141-en vannak munkaviszonyban. Ebből 110-en teljesítenek napi szinten szolgálatot. Ez kevés. Emiatt ritkítottak néhány járatot, méghozzá két városközi és három peremvárosi vonalon november 15-i hatállyal. Az érintett járatok a Szabadka-Orom, Szabadka-Zombor, Szabadka-Dusanovó, Szabadka-Nagyfény-Dusanovó és a Szabadka-Bajmok vonalon közlekednek.
December 1-től drágulnak a buszjegyek, a Subotica Trans ugyanis 4 éve nem emelt árakat, az üzemanyag viszont jelentősen megdrágult. Az úgynevezett elektronikus pénztárcával fizetőknek ezentúl 65, a buszban jegyetváltóknak 95 dinárba kerül majd egy utazás a városi vonalakon, míg a peremvárosi járatokon 5,5%-os lesz az áremelés. A városközi díjszabást már korábban 8%-kal emelték. Nikola Gruevski volt macedón kormányfő, megkapta a politikai menekült státuszt Magyarországon, írja a Magyar Idők. Összefoglalójuk szerint Gruevski november 10-én nyújtotta be menedékkérelmét Magyarországnak, és 12-én hallgatták meg Budapesten. A menedékkérelmében megfogalmazott indoklása szerint a jelenlegi macedón kormány antidemokratikus lépésekkel, mindennemű jogi bizonyíték nélkül akarja elvenni a szabadságát. Az ügyészi és bírósági rendszerrel. Azt írta, koholt vádak alapján eljárások indultak ellene. A volt macedón kormányfőt egy korrupciós ügyben ítélték 2 éves börtönbüntetésre. Gruevski a tiranai magyar nagykövetségen jelentkezett, onnan magyar diplomáciai segítséggel hozták Magyarországra. Nikola Gruevski Macedóniában 2016. januárjában egy lehallgatási botrányban bukott le, amikor kiderült, hogy 20 000 ember telefonját figyelték meg az országban, és emiatt tiltakozások kezdődtek kormánya ellen. Nikola Gruevski volt macedón kormányfő, Szerbián keresztül a Horgos-Röszke határátkelő helyen átjutott Magyarországra múlt hétfőn. Akkor még nem volt ellene érvényben nemzetközi elfogató parancs, ezért a szerb hatóságok nem állíthatták meg, közölte Alekszandar Vučić. A szerb elnök információi szerint Gruevski november 11-én hagyta el Macedóniát, ahonnan Albániába távozott 2 magyar állampolgár kíséretében. Először Montenegróba, majd Szerbiába utazott. A Horgos-Röszke határátkelő helyen személyi igazolvánnyal, valamint egy Albániában kiállított belépési engedéllyel igazolta magát. Megkéseltek egy rendőrt ma reggel Brüsszel központjában. Egyes források szerint iszlamista terrortámadás történt. A hatóságok azonban még vizsgálják a lehetséges okokat. A tájékoztatás szerint egy férfi reggel 6 óra előtt késsel támadt egy rendőrre a város főtere közelében. A tettest a rendőrtársa meglőtte. A 2 sebesültet kórházba szállították, egyikük sincs súlyos állapotban. A feltételezett merénylő állítólag azt kiabálta, hogy Allah Akbar. Ezt azonban hivatalos személyek egyelőre nem erősítették meg. Túl korai még megmondani, hogy mi lehetett a támadó indítéka. Folyik a nyomozás, mondta a rendőrség szóvivője. Kisiklott egy személyvonat ma Barcelona közelében. Egy ember meghalt, 44-en könnyebben megsérültek. A járaton 131-en utaztak, amikor a szerencsétlenség bekövetkezett. A 6 vagonból 2 kisiklott. Az első szakvélemény szerint földcsuszamlás okozhatta a balesetet, és ennek okaként az elmúlt napok heves esőzéseit valószínűsítik. Lövöldözés volt hétfőn egy chicagói kórháznál, 4-en köztük a támadó meghaltak. Egy férfi először egy orvosnőt lőtt agyon a kórháznál, majd bent az épületben vaktában lövöldözni kezdett. Egy gyógyszerész asszisztens nő és egy a támadóval tűzharcba bocsátkozó rendőr veszítette életét. A rendőrség szerint egyelőre nem tudni, hogy a fegyveres férfi magával végzett, vagy a tűzharcban vesztette életét. Az elkövető indítéka egyelőre nem ismert. Nézzük, mivel foglalkozunk még a híradó folytatásában. Újjáépítenek egy hidat Topolyán. Egy mediterrán cikla miatt a következő napokban is csapadékos idő várható. Kitart a havas eső is. A híradó után azonnal kezdődik hírháttér műsorunk, a közügyek. Toma Viktória, szerkesztő műsorvezető már a stúdióban van. Szervusz, mivel várjátok a nézőket?
Köszöntöm a Híradó nézőit. Részleteket közlünk Pásztor István, a VMS elnöke sajtótájékoztatójából, melyen reagált Jóhorti Lívia levelére, melyben az MM társelnöke az MNT választásokat elemzi. Szerbiában a nők kevesebbet keresnek, mint a férfiak, de nincs ez másként Európa más államaiban sem. Miért? Erre keressük a választ. A Brexit bennünket is érinthet, illetve a külföldi munkavállalókat, de hogyan és hol tart ez a folyamat. Népművészeti kiállítás nyílt meg Zentán, a VMM-i oszlop csarnokában. Mindezekkel várjuk Önöket a Híradó után. Köszönjük szépen! Újjáépítenek egy hidat Topolyán. A topolyai költségvetésből és tartományi forrásból valósítják meg a projektet. A munkálatok jól haladnak. A rossz állapotú híd helyén december végére készülhet el az új. Javában zajlik Topolyán az Újvidék felé vezető út mentén a körforgalmat és a benzinkutat összekötő, a Krivaja-patak feletti híd újjáépítése. A víz kimosta a tartóoszlop alul a földet, amely széttört és a tartósodrony is elszakadt, így használhatatlaná és veszélyessé vált, ezért égetővé vált a híd felújítása. Donja ploča je urađena, sada se radi oplata za zidove i to će se ovih dana ako nam vreme dozvoli izbetonirati. Sledeće nedelje planiramo betoniranje gornje ploče i posle tog nekog vremena kada skinemo oplatu onda će krenuti zasipanje sa svim potrebnim slojevima da bi se uradila gornja ploča, odnosno asfalt. Topolyai önkormányzati forrásból, valamint a tartományi pályázaton nyert több mint 6 millió dinárból épül újjá a híd. Ebből az összegből továbbá Bajsán a Pannóniai úton található rossz állapotú hidat is rendbe hozzák. Két munkának az értéke 28 millió dinár, itt a zöndrész és a tartományi eszközök biztosítva vannak, itt még biztosítani kell a költségvetésben, megvan az eszköz, amikor befejeződik a munkazadót, ugye minden szituáció kapcsán ki kell fizetni, azt az önkormányzat terheli, ettől fogva mi mégis örülünk, mert egy eszközből vagy egy év alatt nem tudtuk volna ezt tartományi támogatás nélkül megtenni. A topolyai híd újjáépítését a tervek szerint december végére befejezik. A bajsai híd felújítását pedig az őszi terményszállítás végeztével tudják megkezdeni, és márciusra készül el. A Magyar-Kanizsai Községi Tanács társadalmi vitát hirdetett az ingatlanok 2019. évi négyzetméterenkénti átlagárának rendelettervezetéről. A vita november 23-áig tart Magyar-Kanizsán. A rendelettervezet változásokat is tartalmaz az eddigi díjszabásokhoz képest. Az ingatlanok négyzetméterenkénti átlagára övezetek, első, második és harmadik, és ingatlan csoportok szerint alakul majd. Két ingatlan csoportot határoztak meg, és a tervek szerint változásokra számíthatnak a polgárok, amelyeket ma Kassa Attila, Magyar-Kanizsa közigazgatási főosztályvezetője ismertette. A 2019-es évben egy-egy ingatlan csoportnál, például a lakásoknál, illetve lakóházak esetében a vagyonadó jelentősen alacsonyabb lesz. Viszont a mezőgazdasági területnél némi növekedés várható, mivel az adóhivatal Magyar-Kanizsa község területére 110 dinár átlagárat állapított meg, eltekintve a mezőgazdasági terület minőségi osztályától. Péter révén eddig közel 1900-an kértek magyar állampolgárságot a kihelyezett konzuli fogadónapokon. Magyarország szabadkai főkonzulátusának munkatársai ma 21. alkalommal jártak a faluban, ahol ezúttal is csaknem 60-an adták át állampolgársági kérelmüket. Az érdeklődés továbbra sem lankad. Amire fölhívnám a figyelmet az az, hogy a májusi parlamenti, európai parlamenti választások részvételéhez ugyanúgy szükség van a regisztrációra, választási regisztrációra, és ha amennyiben mondjuk névváltozás vagy lakcímváltozás történt az életükben a már regisztrált magyar állampolgároknak, akkor tegyék azt meg, hogy a regisztráció módosító adatlapot töltsék ki a névre, a módosult új névre és a módosult új lakcímre. Fennállásának 10. évfordulóját ünnepelte a Pancsovai Mihályló Pupin Rotary Klub.
A jubileum alkalmából szervezett rendezvényen ezúttal sem maradt el a jótékonykodás, amely a szervezet egyik fő profilja. A pancsóai szervezet elsődleges feladata, hogy a közösség életkörülményeit jobbá tegyék, vallják a tagok. A jubileumi ünnepségen ezúttal árverést szerveztek, képzőművészeti alkotásokat vásárolhattak az érdeklődők. A befolyt összeget a városban élő ifjú tehetségek támogatására fordítják, akik sokan vannak. Večeras takođe je jedan, da kažemo, veseo događaj, ne samo zbog 10 godina kluba, već zato što i obeležavamo kraj akcije Da se rodim zdrava, gde smo zajedno sa našim komšinskim klubom, Rotarnim klubom Pančevo, uspeli da obezbedimo za bolnicu Pančevo 4D ultrazvuk i dva ginekološka kreveta. Az est folyamán árverésre felkínált képzőművészeti alkotások közül 4 neves pancsóai festőművészek ajándékoztak a Mihályló Pupin Rotary Klubnak, míg a képek egy másik részét az Imago Galéria biztosította. Mihályló Pupin Rotary Klub tagja Zorán Gyurgyev elmondta, számos akciót szerveznek évközben. Imali smo akcije praktično darivanja muzičke škole stalcima za note, biblioteke, gradske pančevačke biblioteke u vrednosti u knjigama u vrednosti od 100.000 dinara. A pancsóai Mihályló Pupin Rotary Klub külföldi szervezetekkel is együttműködik. Ezúttal romániai partneregyesületük tagjai is részt vettek a jubileumi ünnepségen. Hosszantartó betegség után elhunyt Milenko Brusztulov szabadkai újságíró, 80 éves volt. Pályáját sportriporterként kezdte a Szubotičke Novine lapnál. Az elmúlt másfél évtizedben a Jóeko televízió munkatársa volt. Vadászattal és mezőgazdasággal kapcsolatos műsorokat készített. Az újságíróról a Szabadkai Városháza dísztermében is megemlékeznek holnap 10 órától. Temetése holnap délben lesz a Bajai úti temető halott. Házából. Néhány szó az időjárásról. Holnap a maihoz hasonló élénk esős időnk lesz erős széllel. Egy mediterrán ciklonhoz jelentős csapadékot. Havas eső, havazás is várható. A csúcshőmérséklet holnap, sőt csütörtökön is 5-6 fok körül alakul majd. Egész héten szomorkás, valódi novemberi időre számíthatunk. Kettős fronti hatás érvényesül majd a következő napokban is. Folytatódik a labdarúgó nemzetek ligája. Ma este a szerbiai labdarúgó válogatottja Litvánia ellen lép pályára Belgrádban. A szerb válogatott 11 ponttal a C divízió első helyén áll, míg a litvánok 0 ponttal csoportutolsók. A mérkőzés 20 óra 45 perckor kezdődik. A nemzetek ligájában ma további meccsekre is sor kerül. Portugália Lengyelországot fogadja, Svédország válogatottja Oroszország csapatát. A ellen lép pályára. Skócia Izrael legjobbjaival csap össze, míg Montenegro Romániával játszik. Málta válogatottja Feröer-szigetek nemzeti csapata ellen lép pályára, míg Koszovó Azerbajdzsán válogatottjával mérkőzik. Eddig tartott a híradó, a nap kiemelt hírei jönnek még egyszer címszavakban. Nem vették fel Koszovót az Interpol kötelékébe. A magyar mozgalom társelnökének levelére reagált ma Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. Az anyaországi és külhoni testvértelepülések együttműködését támogatja 2019-ben a magyar kormány. Letartóztatták a szabadkai Spartakusz labdarúgó klub igazgatóját. A téli szolgálatok illetékesei szerint felkészültek a télre. Köszönjük szépen a figyelmüket! Még több friss hírért és információért kattintsanak a panonrtv.com-ra, hol a riportjainkat is visszanézhetik. A Panon Rádióban holnap ismét érkeznek a reggelisek, akik a többi között a fekete péntek körüli vásárlási őrületről is beszélnek. A Szabadkai Magyar Rádió reggeli napindítójában arról is beszélnek, hogy mintegy 8%-kal nőtt Szabadkán a turista forgalom a tavalyihoz képest. A látogatók fele külföldi és egyre több a kínai.
Itt a Pannon Televízióban most következik a közügyek. Tartsanak velünk!